Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Kulturális magazinunkban első vendégként Bakony István lesz itt velünk. Ő egy sikeres és termékony szerző, a József Attila díjas irodalomtörténész, ezúttal különleges módon két kötettel jelentkezett. Erről láthatnak egy beszélgetést, majd beszámoló következik Bobori Zoltán megjelent köteteiről. Végül pedig visszatekintünk a Pelikánfészek legutóbbi bemutatójára, a Megtisztulásra. Tartsanak velünk! Székesfehérvár pezsgő irodalmi élete elkényeztet bennünket, valljuk meg, az irodalom kedvelők nem panaszkodhatnak, hiszen már ebben az esztendőben egy számtalan remek irodalmi kiadvány jelent meg, részint a Vörösmarty Társaság gondozásában, részint pedig egyéb kiadók gondozásában. Ugye az elmúlt héten Bobori Zoltánnal beszélgettünk, hiszen neki is megjelent két új kötete, most pedig Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténész a vendégem, hiszen a Hungarovox kiadó kiadásában Kaiser barátunk segítségével megjelent két kötet. Az egyik ugye az Hungarovoxos, ez az Arányok és erények, ez egy esszé és recenzió összegzés, a másik pedig a Naplom negyedik része, az pedig a Vörösmarty Társaság kiadásában. Nos, hát erről fogunk beszélgetni. Először egy kicsit az Arányokról és az erényekről, hiszen én azt gondolom, hogy az életműved és a munkásságod kiemelten fontos része ez. És amikor én beleolvastam, már is mondom, hogy mi tűnt fel először, hogy az első könyved Németh Lászlóról szólt. Ugye az volt az új. Ebben is persze természetesen benne van Németh László. Ez majd egy következő kérdés lesz, viszont akkor nézzük meg, hogy ki mindenkit tudtál megszólítani, hiszen ebben vannak klasszikusok, Németh László, Nagy László, Csóri Sándor, vannak kortársköltők, Vári Fábián László, Szakonyi, Dobozi Eszter, és vannak Székesfehérváron élő és alkotó szerzők, Bobori Zoltán, Sajtos Lajos és a többiek. Hogy gyűlik össze elegendő muníció ahhoz, hogy végül is egy ilyen míves kiadvány, egy ilyen míves kötet megjelenhessék? Az is kell hozzá, hogy az ember folyamatosan dolgozzon, hogy folyamatosan jelenjenek meg írásai különböző folyóiratokban, és hát ezek többsége egyébként az elmúlt esztendőben megjelent, és úgy gondoltuk Kaiser Lászlóval, a Hungarovox kiadó vezetőjével együtt, hogy akkor ezt be lehetne gyűjteni egy ilyen kötetbe. És hát persze a műfajok is különbözőek, hiszen emlegetted a bevezetőben a Németh Lászlóról és másokról, Csóri Sándorról, Csanád Imréről, Bódás Jánosról, Albert Gáborról írt bevezető írásokat. Ezek ilyen nagyon lélegzetű írások, a Protestáns Hősök című fejezethez tartoznak tulajdonképpen. És hát az is fontos volt számomra, hogy ezek a szerzők szinte mindegyike kötődik Fehérvárhoz, vagy éppen Fehér megyéhez, hiszen azért az is fontos, hogyha itt élünk ebben a városban, ebben a megyében, akkor azokat a szerzőket előnybe részesítsük, akik közelebbi közünk van. Egy emberöltőnyi távolság választ el az első kötettől, és ez a 33. kötetet, ez jegyezzük meg. Esztendőről esztendőre azt hiszem, hogy gazdagodunk. Hogy választott ki őket? Hiszen itt ugye beszéltünk arról, hogy itt vannak klasszikusok, akik sajnos már nincsenek velünk, de nagyon fontosak számunkra, és azért vannak bőséggel kortárs művészek is. Igen, mondtad az emberöltőnyi távolságot, hát igen, 1990-ben jelent meg az első könyvecském, ez a Németh László életművel foglalkozó könyv volt. Egyébként a bölcsész doktori disszertációm anyaga volt mindez, és hát nagy megtiszteltetés volt akkor számomra, hogy az akkor még élő Király István írt hozzá ajánló szöveget, aki Németh László életművének is a tudós kutatója volt. Aztán a későbbiek során különböző szerzőket választottam a könyvek alanyának. Ide sorolom Bella Istvánt, Takács Imrét, Serfőző Simont, Petrőcz Évet és másokat. Itt természetesen nem csak azokkal az életművekkel foglalkoztam, amelyek itt születtek meg ebben a szűkebb hazában, hanem hát olyan életművekkel is, amely életművek szerzői különösképpen érdekeltek. Szóval van egyfajta irányultság, én azt gondolom, de igyekszem nyitott lenni a felsoroltakon kívül más irányokban is. Például ugye tavaly a harmadik megjelenő kötetem, pontosabban sorrendben az első, a Pető Szandrásról szóló kis monográfia volt.
És én úgy gondolom, hogy például az ő életműve nagyon sokrétű, hiszen az avantgárd bűvületében élt igen sokáig, de hát az idők folyamán nagyon sok minden megváltozott az ő életművel. Róla is vele beszélgetünk ebben a műsorban is vagy valamikor múltkor. Sok minden eszembe jut, de a legfontosabb talán az, hogy ha beleolvasunk ezekbe a recenziókba, esszékbe, akkor nem tudálékos, de nagyon is tanít. Mennyire fontos neked, hogy a köznapi ember is értse, az irodalom kedvelő köznapi ember is értse? Tehát mennyire fontos ez az arány? Sokat beszélünk arról, hogy a irodalomtörténetben, nagyképűben az irodalomtudományban, mert én ezt a szót kicsit túlzásnak érzem, vannak különböző irányok. Vannak olyan irányok, amelyek tényleg a tudományosság köntösében jelentkeznek elsősorban, és van egy olyan fajta irodalomtörténet írás, amely az általad emlegetett, ha úgy tetszik, tanításnak a része, vagy a népszerű közvetítésnek a része. De ez szép szó, a tanító. Szó, igen, és ezt nem, nyilván nem csak iskolai értelemben érti az ember. Éppen Németh László foglalkozott sokat azzal, hogy a tanítás az egy sokkal szélesebb irányú tevékenység. Egyéb iránt ő tanított is, mert a II. Világháború után néhány évig a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumban óraadó tanárként működött. Azt is mondtam, hogy képesítés nélkül tanárként. Igen, ezt viszont nem lehet másképp megtenni, mint hogy az ember magyar nyelven viszonylag közérthetően tesz közzé olyan ismereteket, amelyek a sajátja, és hozzáteszem, hogy a közvetítés a lényeg, mert mindig arról beszélek én is, hogy az elsődleges, a primér mindenképpen a szépírás, tehát a költészet, a regény, stb. Mi pedig hát azt vállaltuk föl, hogy ezeket közvetítjük. Hogy aztán ennek milyen a befogadottsága, az más kérdés. Egyetértek. Ebből a kötetből viszont nem hiányozhat Csóri Sándor. És nem csak azért, mert ebben az esztendőben nagyon gyakran látogattunk el Zámolyra, hiszen Csanád Imre okán, Csóri Sándor okán nem különben fontos számunkra, viszont én örömmel konstatáltam, hogy benne van, mert hogy független attól, hogy a Csóri Sándor társasága vezetéseddel egyre inkább kibontja ezt a kicsit elfeledett életművet, de fontos, hogy itt is megjelen. Csóri vonzó egyébként a 21. században? Miként látod? Sokak számára igen. Azt, hogy aztán szélesebb körül mennyire vonzó, azt nem tudom. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy sajnos ez a mostanában kialakult helyzet megtorpedozott rengeteg rendezvényt. Éppen március végén lett volna Zámolyan a Csóri Csanádi közös emlékülés, de hát sajnos a járvány miatt el kellett hagynunk, és remélhetőleg ősszel majd meg tudjuk szervezni. Ugye az ő életműve nem csak a irodalom iránt érdeklődőket vonza, hiszen közismert, hogy közéleti emberként a szocializmusban az ellenzéki értelmiség egyik vezér alakjaként volt számottevő. Később aztán a rendszerváltozás után ugye az ő nevéhez fűződik a Duna Televízió megalakítása. 10 évig volt a Magyarok Világszövetségnek az elnöke. Tehát emlékszem azokra a Csóri estekre, amelyeken rengetegen voltunk a többnyire a Szent István művelődési házban, és ott az sok-sok ember között nem biztos, hogy mindenki irodalombarát volt, hanem a jelenség, a közéleti ember, a hajdani ellenzéki értelmiségi szerintem legalább annyira vonzott sok-sok embert. Ilyen szempontból is érdekes az életműve, de én azt gondolom, hogy a költő és az esszéíró a legfontosabb a mi számunkra. Hangsúlyozom, hogy az esszéírót, mert a már sokszor emlegetett Németh László útját járta szerintem esszéíróként, és hát költőként pedig hát azt az utat, ami Íjéssel, Nagy Lászlóval, Juhász Ferenccel tart rokonságot. Világos. Jöjjünk egy kicsit haza. Én azt mondom, hogy igenis szükség van arra, hogy a kortárs költőket, a kortárs alkotókat bemutassuk olyan formában is, hiszen azért hála Istennek a Vörösmarty Társaság segítségével számtalan költőnk bemutatkozhat az olvasóknak, viszont ebben a formában is fontos, hogy megismerjük őket, kicsit tágítsuk az ismereteinket, mert hogy egy-egy vers nem egészen biztos, hogy ugyanazt jelenti nekünk, mint az irodalom történésznek. Tehát itt ugye a Boborító, Sajtos Lajosig mondtuk mi, de vannak jó néhányan. Hát az arányokat említettük, ugye a feleségem ötlete volt ez az Arányok és Erények cím, és nagyon örültem neki, hogy ez megvalósult. Az arányokat úgy is érthetjük, hogy élünk egy konkrét helyen, de ugyanakkor élünk az egyetemes magyar irodalomban is, és amikor az ember a fehérváriakról szól, akkor nem szabad elfelejteni, hogy nagyon fontos szólni a nem fehérváriakról is. És hát az, hogy az ember kitekintsen a
szűkebb határokon túl, erre nagyon jó lehetőséget biztosítanak a folyóiratok, és hát ahogy mondtam is a bevezetőben, a különböző országos folyóiratokban megjelent írásaimból válogattam ebbe a kötetbe. De nagyon fontos, és ezt a Kajzer László féle ajánlószöveg is jelezte, hogy nagyon fontos, hogy a szűkebb régió irodalmával foglalkozzunk. Igen, hiszen ő így fogalmaz, hogy mindezt teszi nagy pontossággal élvezhető stílusban, amiből és írója törekvéséből, szándékából kiindulva, a megvalósulás értékeit felmutatva. És mond hozzáteszi, hogy ez nem csupán elemző és írói bravúr, hanem ezzel maradt hű kedvenc írójához, Németh Lászlóhoz, vagyis igazi értelmiségihez, méltóan Bakonyi István. Nem hát, felejti értelmiségi örök, hivatását teszem. Igen, hát nagyon örülök, hogy így látja, és nagyon megtisztelők ezek a sorok, még ha túlzásnak is érzi néha az ember azokat a dicsérő szavakat, amiket kap. Minden esetre fontos, és hiánypotló, tehát esztendőről esztendőre. Én azt mondom, hogy most már azért elvárjuk, hogy ha nem is évente, de azért két évente jelentkezi ilyennel. A másik, ami viszont ugyanennyire fontos, mert ez annyira bensőséges hangulatú a te naplom sorozatod, hogy ennek is egy különös története van, egyszer jószerivel felszólítottak arra, hogy itt lenne az ideje, ugye tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, hogy elkezd naplót írni, hiszen rengeteg olyan pillanat van, ami fontos, hogy megöröködjön. Igen, hát több mint 20 évvel ezelőtt Bobori Zoltán figyelmeztetett arra, hogy annyi fele járok, olyan sok minden rendezvényen részt veszek, hogy írjak napot. És ez tényleg neki köszönhető, mert én addig nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Persze, amikor gyerek voltam még kamasz, akkor egy másfajta naplót írtam, de ez egy másfajta szemléletet tükrözött, és másfajta életkorban is született. Igen, és úgy gondolom, hogy fontos fontos emlékeztetni azokra az eseményekre, amelyek ebben a városban, ebben a megyében történtek. Mindig arról beszélünk, hogy rengeteg rendezvény van, egyre több, de hát sok volt már a 90-es évek végén is, amikor én elkezdtem ezt a műfajt művelni. Egyébként ezt is el szoktam mondani, hogy nagyon sokfajta napló van. Sobor Antal tűnődései kicsit más irányt mutattak, hiszen ott a szépíró helyenként a líraiságba öltözött szövegét olvashattuk. Megint más, amikor valaki krónikaszerű naplót ír. Én ehhez tartozom elsősorban. Ebben viszont Fodor András volt számomra a mérce, aki igen kiváló költő és író volt, és például a 70-es évekről olyan naplói szólnak, amelyekben az egész korszak, a korszak számos alakja megjelenik, és hát én azt hiszem, hogy ezek fontos adalékok, mint hogy az interjúk is neked mondja, mert az is fontos, hogy az interjúkkal, ez végülis rokon műfajok, azt hiszem. Én azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert például most 2013 és 2016 közötti történéseket olvashatunk ebben, és nagyon is jól tudjuk, hogy a Szent István emlékéve a te tolladból, a te gondolataiddal, az egy kicsit másmilyen, mint a köznapi emberé. Mondom ezt azért, mert egy olyan összefoglalásszerű és valóban az egész megyére kitekintő írásokról van szó, ahogy kicsit visszagondolva, hogy hoppá, valóban én elmentem mellette szó nélkül, vagy mi elmentünk mellette, nálad pedig ott van, megmaradt, és élvezhető, olvasható, elgondolkodtató. Az is a napló műfajhoz tartozik, hogy az ember ott azért szubjektívebben megnyilvánul, mint egyébként mondjuk egy tudósításban. Aztán persze személyes életem bizonyos részei is benne vannak, bár ezt azért, itt is az arányokat tartom fontosnak, hogy én nem magamról írok elsősorban, hanem azokról a történésekről, amelyek megjelentek a városban és a város környékén. De hát azért néha az ember a saját életének a mozzanatot is belopja ezekbe az írásokba. Mennyire kell ezekhez az írásokhoz szűrő? Mert ugye a hangvétele bensőséges, ugye azt megállapíthatjuk. Hát erre én ugyanezt tudom csak mondani, hogy ezeket az arányokat érdemes szem előtt tartani. Mondom, egy költő naplója, vagy mondjuk Petőfi hajdani naplója teljesen más irányokat mutatott, bár azok az írások is igencsak hozzátartoztak a kor megismeréséhez. Egyébként nagyon érdekes, mert néha egy irodalmi alkotás egy történelmi korszakról akár többet is elmondhat, mint a történelmi könyvek. Hát a háború és békéről mondják,
hogy Tolstoj regényéből többet meg lehet tudni a napóleoni háború korszakáról, mint a történelmi könyvekből. Ez persze teljesen más műfaj, de olyan szempontból meg talán rokonságot mutat, hogy a naplóból is meg lehet tudni sok mindent, ami egyrészt az ember szem és élethez tartozik, vagy éppen ő hogy látja azokat a történéseket, amelyek mások másképp látnak. Nos, tehát ez 2013 és 2016 között készült, és jön a következő? Hát majd biztos, írom azóta is a naplót, úgyhogy valószínűleg megemlékezem erről a mai beszélgetés is majd. És emellett? Hát emellett másról is foglalkozom, folyamatosan dolgozom folyóiratoknak, és már itt elmondtam egyébként, hogy dolgozom egy újabb kis monográfián, Bence Lajos költészetéről írom a következő könyvecskémet. Bence Lajos a muravidéki szlovéniai magyar irodalom számomra legfontosabb alakja, aki ráadásul ugyancsak más műfajokban is alkotott, hiszen ő írta meg a szlovéniai magyar vagy a muravidéki magyar irodalom történetét, meg egyáltalán a kisebbségben élő, Szlovéniában élő magyarok életének, művészetének, tudományos életnek sok-sok pontját. Most azon dolgozom, hát valamikor ebben az évben be fogom fejezni, úgy érzem, de még ez mondjuk a felénél járok tulajdonképpen. És nagyon élvezettel olvasom azokat a verses köteteket, amelyek 1981 óta jelentek meg az ő tollán. Nos, hát érdeklődéssel várjuk, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, önöket pedig egy felhívással tartozom önökhöz, tehát Naplom 4, illetve Arányok és erények, a tehetik, olvassák, megéri. Köszönöm szépen. Teltház fogadta Babori Zoltán kettős könyvbemutatóját a Kossuth utcában. A Vörösmarty Társaság elnöke egy önéletrajzi kötettel és a Don Kápolna építésének hiteles történetével örvendeztette meg az olvasókat. Ümlélik az álmok a hajban, lopakodva járják a Kócos utcában. Arccal az égnek és a Donkanyar Kápolna története képeken, dokumentumokban, levelekben címmel egyszerre jelent meg két hiánypótló mű a Vörösmarty Társaság elnöke, a kiváló költő és író Bobori Zoltán tollából. Számomra minden, ami a magyar irodalommal kapcsolatos rendezvény, az ünnep, de hát itt természetesen még inkább annak érzem, és egy kicsit megilletődött is vagyok, hiszen az életem jelentős részéről szól ez a két könyv. Egyrészt egy ilyen önéletrajzírás, a másik pedig, ami ehhez szervesen kapcsolódik és beletartozik, az a Donkanyar Kápolna története, ami nyugodtan merem mondani, hogy az elmúlt évtizedek történetét meghatározta számomra, és az egész érzésvilágomat. Izgatottan várom ezt a könyvbemutatót, sőt, egy kicsit megilletődöttem. Azt szeretném, hogyha megérezné a hallgatóság, hogy arra törekedtem, hogy őszintén valljak ezekről a történetekről, az életemről. Az első kötet voltak éppen egy önéletrajz, amely egy olyan életútról val, amelynek középpontjában Bobori Zoltánnál mindenkor a közösség, a család, a nemzet és szeretett városa Székesfehérvár állt. Bobori Zoltánnak az Arccal az égnek című önéletrajzi kötete, ahogy én apostrofáltam, egy még be nem fejezett, de rendkívül gazdag alkotóművészi és szerzői életpálya, és hogyha három kifejezést vagy három dolgot kellene mondjak arról, hogy az ő tevékenységét, közéleti, művészeti tevékenységét mi jellemzi, akkor három kifejezést mondanék. Isten, város, haza. Egész életét a bibliai alázatosság jegyében a család, az élete, a művészet és a város szolgálata töltötte ki. Sorsát Fehérvár művészet és kulturális élete meghatározta, és mindig a nemzeti kérdéseket igen érzékenyen tárgyalta a műveiben, úgy a költészetében, mint a prózájában. A második, a Donkanyar Kápolna története, a gondolat felvetésétől a megépítésig egy igazi 20. századi küldetés rögös útja, az emberi elszánás és elkötelezettség példája.
Hiánypótló kiadványról van szó, és a leghitelesebb ember írta meg ezt a könyvet, Bobori Zoli, barátunk, aki ennek a kezdeményezője, a alapítványnak a titkára, az az ember volt, aki megvívta azokat a harcokat, amik ahhoz kellettek, hogy a Donkanyar kápolna fellépüljön. Én úgy gondolom, hogy mivel ez az országban az egyetlen olyan hely, amelyik a felépülte volt a zarándok helyé vált, és a Doni hősökre emlékeztet minket, az az út, ami eljutott a kápolna föl épülései, megvalósulásai, mindenféleképpen közkincsé kell tenni, azt az utat mindenféleképpen közkincsé kell tenni, mert ebben a mai rohanó világunkban ugye néha előre még nézegetünk, de hátra nagyon ritkán. A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai termében összegyűlt barátok és tisztelők sokadszor tapasztalhatták meg azt az őszinte, eszméken túli eszményt, ami az emberi tisztesség hozadéka felgyorsult, elkorcsosult világunkban is. A keresztény vallás híveire, a történelem kedvelőkre, sőt az anatómia iránt érdeklődőre is lenyűgöző élményt tartogatott a hétvége a Zsolt utcában. Szombaton és vasárnap az érdeklődők megtekinthették a torinói lepel pontos mását a Krisztus Király templomban. Jézus temetése során leterítették a földre, így kihúzták, és az egyik oldalára ráfektették az elhunytat. A lepel másik oldalát pedig ráterítették, így a vászon mindkét felén tisztán kivehető Krisztus alakja. Az egyiken a test előső, a másikon a hátulsó részének nyomait fedezheti fel a látogató. Itt feküdt háttal, itt volt a feje, itt a tarkójának a nyoma, a vérfolyások, itt a háta, a lába, a talpa. Nem csak történelmi értékkel bír a megváltó keresztre feszítéséről meg annyi részletet eláruló torinói lepel. A vallási hagyományban is különleges szerepe van a többi keresztény erekje között. Jézus halálának és keresztre feszítésének a nyomait hordozza, de igazából a feltámadás tényét rögzíti. Abban a pillanatban keletkezhetett, legalábbis a tudósok állítása szerint, hiszen ezen a leplen egy finom, egészen vékony égésnyom található, talán éppen attól a fény vagy energiai jelenségtől, ami a feltámadás kísérője volt. Így számunkra ez nem annyira halotti lepel, hanem inkább a feltámadás leple. A 4,5 méter hosszú, 1 méter széles relikvia anatómiai pontossággal tárja a figyelmes szem elé Jézus kivégzésének részleteit. A töviskorszorú okozta sérülések, a csapzott haja, a vértől átítatott hajának a nyomai itt láthatók. És itt láthatók ilyen párhuzamos apró sérülések. Mik lehetnek ezek? Bizonyára mindenki kíváncsi rá, ez az ostorozás következtében keletkezett sebek voltak. Így néz ki a római flagrum. Egyetlen foltból fény derül egy világszerte elterjedt tévhit cáfolatára is, csak következtettünk kell a nyomból, ami az összekulcsolt kezeknél tűnik fel. Úgy ábrázolják a festményeken és az összes kereszten szinte, hogy a kéz közepét ütötték át a szöggel. Hát ez nem így történt. Ez a fényképeken, illetve a festményeken jól mutat, azonban az anatómiának nem felel meg, ez nem bírná el az ember testsúlyát. A torinói lepel erre is választad, itt a késztő csontok között ütötték át a rómaiak a szöggel Jézus kezét. A másolat egyenesen a Torinói Múzeumból került Fehérvárra 12 évvel ezelőtt. A tökéletesen élethű darab március 15-én vasárnap is egész nap megtekinthető reggel 8 órától Zemlényi János bemutató előadásaival kísérve. Új bemutatóval gazdagodott a székesfehérvári színházi élet. A Pelikán Kamaraszínházban Telihai Péter rendezésében bemutatták a Megtisztulás Mikvé című darabot. Hogy tetszik a mi mikvénk? Nagyon szép. Hát persze, hogy az. Sosana és Jóhi mindent megtettek, hogy az legyen. Jóhi, mikor ment el? Hát nem is tudom már, legalább egy éve. Nyugodjon végében. Jó, nagyon sajnálom. Nincs mit ezzel sajnálni, szívem. Mindannyian véget érünk egyszer.
Amúgy ez egy nagyon nyomasztó történet. A pelikánfészekben bemutatták a Megtisztulás Mikvé, Hadar Garron kortárs izraeli drámaíró darabját. Az előadás egy rituális fürdőben, egy mikvében játszódik, ahol az vallási előírásoknak megfelelően havonta egyszer az asszonyok megmerítkeznek, hogy megtisztuljanak, és újra érintkezhessenek férjükkel. A téma itt van velünk, sőt, tulajdonképpen ez egy 10-15 évvel ezelőtti színdarab. Igazából most érte utol a történelem magát a darabot, vagy a társadalmi fejlődés, vagy hogy mondjam, hogy ez a darab nagyon keményen beszél a nők helyzetéről, a női elnyomásról, arról, amit mostanában divatos szóval Stockholm-szindrómának szoktunk nevezni, hogy az áldozat hogyan fogadja el először, aztán pedig védelmezi a bántalmazóját. Köszönöm. Hol van? Persze. Jó, erre gondol? Semmiség. Megszédültem és elestem. Elesett? Hallottad? Elesett. Hedva, azért egy kicsit alaszol, nem úgy fordul elesett. Magával ez gyakran előfordul? Kézzel van már az ütős szoba. Még nem volt időre. Akkor mire vársz? Lefogadom, hogy Bolsa most nagyon más alatt van a választások miatt. Milyen nagy utat tett meg a helyi tanácstól, a helyi vallási tanácsig. Nem sokára beválasztják a körzeti tanácsba is. Minden elismerésem az övé. Gratulálok neked is! Sosana! A darabban 8 különböző helyzetűs és korú nő találkozik. Varga Mária, Váradi Eszter, Sára Kisdiána, Magdolna, Kerkai Rita, Varga Gabriella, Varga Lili, Ballér Bianca és Koreny Réka Noémi, akik történeteket osztanak meg egymással saját életükről, gondjaikról. Együtt keresik helyüket, női és emberi létük értelmét egy férfiak uralta világban. Én nagyon bigott, nagyon... hogy mondjam, korlátolt közegben élnek ezek a nők, egy vallásos közegben, de ennek a vallásosságnak nincs már, kiürült már az igazi tartalma, csak a formáiban maradtak meg. Például az, hogy a férfiaknak mindig mindenben igazuk van, ha nincs, akkor is. És hát az a darab rövid története, hogy erre a faramúci helyzetre a nők hogyan ébrednek rá. Tehát hogyan ébrednek rá arra, hogy el vannak nyomva, hogy nem tudnak kiteljesedni, hogy a nőiességük gyakorlatilag porig van rombolva. És mire a darab végére érünk, addigra különböző bántalmazásoknak vagyunk tanúi, akár lelki, akár igazi fizikai bántalmazásoknak, és hogy a nők erre elkezdenek egymás között egyszer csak ráébredni. A sok humorral fűszerezett, megrendítően szép történet női sorsokat vesz górcső alá, és keresi a választ, hogyan lehet megfelelni a szigorú vallási, társadalmi és családi elvárásoknak, tűrjenek, hazudjanak önmaguknak, vagy kitörjenek belőle. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!